A szülés élményét mutatta be a Várszínház legutóbbi produkciója, melyet a Tünet együttes hozott el Gyulára. Két online program után immár személyes jelenlét mellett rendezték meg az Implom József Kárpát-medencei helyesírási versenyt. A németvárosi télűzés után régebbi felvételeink közül válogatunk. A Tünet együttes előadását mutatták be legutóbb a Gyulai Várszínház kamara termében. Ennek az előadásnak az a címe, hogy Burok, a táguló idő összehúzódásai, ez az alcíme. És hát igazából a gondolata ennek az előadásnak már akkor megfogant, amikor megszületett a kislányom. Mert utána egyszerűen az volt az érzésem, hogy hú, szóval ez a vajúdás, ez valami olyan dolog, amit nem lehet elmesélni. Tehát igazából az emberiség két részre van osztva, és nincs átjárás, tehát aki ezt átélte, akivel ez megtörtént, az egy másik ember már, és egy olyan tudás birtokában van, ami megoszthatatlan. Na, és ez a megoszthatatlanság, ez rögtön elkezdett nagyon erősen izgatni, hogy mit jelent az, hogy megoszthatatlan, és egyáltalán tényleg megoszthatatlan, és hogy lehet valamennyire mégis átadni ebből valamit, hogy mi történik ott az emberrel. És hát erre azt hiszem 8 vagy 9 évet vártam, míg nekifogtam ennek a dolognak, és hát 4 fantasztikus táncos nőt kértem fel, akik már mind anyukák voltak akkor, tehát valakiknek több szülésen is túl volt. Mert az volt az elképzelésem, hogy úgy beszélünk erről testtel, fizikalitással, szöveggel, vizualitással, mindenféle módon megpróbáljuk átéreztetni a ott ülő közönséggel, hogy ez milyen érzés, hogy ezek a lányok közben nem terhesek, nem tudom, hanem teljes, mégis a teljes birtokában vannak a fizikalitásuknak, a táncosságuknak, és azzal tudnak kifejezni dolgokat. Ehhez képest az egyik táncos nő rögtön terhes lett a próba folyamat elején, és ezért aztán ez végül is úgy mutattuk be az előadást, hogy őt megtalálta egy olyan szerep az előadásban, amiben ő terhesen van jelen, és ez iszonyatosan sokat hozzáadott magához a próba folyamathoz is, hogy ott volt velünk ő végig terhesen, és szerintem nagyon erősen az érzékenységét, az egésznek az átélését nagyon megemelte ez a tény. Milyen visszajelzések vannak így az előadásra kapcsolatban, akár egy nő vagy egy férfi megnézi ezt az előadást, milyen érzéseket válthat ki belőle? Nagyon örülök, hogy rákérdeztél a férfira, mert az elejétől kezdve én úgy képzeltem ezt a dolgot, hogy a szülés maga az egy olyan határhelyzet, mint amilyenek például a haldoklást képzelem, hogy egy olyan határhelyzet, amikor a természet átveszi fölöttünk az uralmat, tehát nem én tudom kontrollálni az eseményeket, hanem valami nagyobb, nálam nagyobb úr indul be a testembe, tehát a haldoklást is mondom, így képzelem, meg a születést is így képzelem már, mint kis csecsemőként ezt átélni. Szóval én ezt nem egy női darabnak képzelem egyáltalán, hanem minden embernek. Azt gondolom, hogy ez nagyon, nagyon jó, hogyha ezt megnézi és átéli, és egyszer találkozik vele. Nagyon erősek a visszajelzések, tényleg. Tehát, hogy
azok, akik még nem szültek, azok valahogy arról nagyon, ugye nagyon félelmetes ez a téma, nagyon sok olyan övezi, félelem övezi a szülést. A nők körében rengeteg olyan nővel találkozom, akik még nem szültek, és azt mondják, fú, ez nagyon, ők hallották, hogy ez nagyon fáj, és hogy én akkor ezt nem tudom. És azt hiszem, hogy sikerült, nagyon féltünk, hogy nem vonjuk egyrészt rózsaszín ködbe a dolgot, tehát nem hazudunk arról, ami ott van, de mégis az egésznek a teljes komplexitásában és a maga eufóriájával és nehézségeivel együtt tudjuk megmutatni. Úgyhogy a visszajelzések azok olyanok, hogy többségében, hogy nem ijed meg tőle, sőt, mintha kedvet kapna hozzá, hogy szülni szeretne. Hát akik szültek, azok közül nagyon sokan azt mondják, hogy újraélik a szülésüket, felszakadnak esetleg traumatikus élmények ennek hatására, és nagyon imádom, amikor férfiak eljönnek az anyukájukkal, nem egy ilyenről tudok, és hát, hogy ez egy nagyon, egyszer csak valami nagyon más dolog történik a kapcsolatukban ennek hatására, mert hát az anyánk, ugye, amikor már fölnövünk, az mindenkinek lehetnek nehézségei, meg nem tudom, de hogy ezt elképzelni, hogy végül is onnan a hasából jöttünk ki, az ez a darab szerintem ezt jól megcsinálja. Éve játsszuk, ugye azért közben volt a Covid, ami egy kemény kihagyás volt, és hát ebben az évadban el fogjuk búcsúztatni az előadást, úgyhogy így Gyulán még nagyon örülök, hogy el tudjuk játszani. Mennyiben fejlődött itt az 5 év során itt az előadás? Mindenki, a táncosok mindig belevittek valami pluszt magukból? Voltak változtatások az eredeti verzióhoz képest. Nehézségek is voltak, hogy tudunk a rohanó életből egyszer csak visszamenni oda. A terhesség az egy nagyon különleges állapot, szóval az ember, ezt nagyon nehéz elmondani, de hogy tényleg olyan, hogy egyszer csak fontos leszek én, mert több vagyok, mint én magam. És olyan gyöngétséggel tudunk önmagunk fele lenni ebben az állapotban, nők szerintem, amit amúgy sose engedünk meg magunknak, pedig kár, hogy nem, és ezt a férfiaknak is lehetne, hogy szeressük egy kicsit jobban, ne rohanjunk annyit, ne. Tehát tudod, hogy így gondoskodik. Az ember elkezd már önmagáról gondoskodni, mert tudja, hogy valakiről gondoskodik ezáltal. És ide visszatalálni ebbe az állapotba, ebbe az érzésbe, a rohanó hétköznapokból, amikor újra játsszuk az előadást, az bizony nem könnyű. Ezt mindig újra teremteni, úgyhogy mindenféle technikákat kialakítottunk az évek folyamán, hogy tudunk előadóként, hogy tudnak a lányok oda visszamenni, és ezt megmutatni, vagy ebbe az állapotba kerülni, az nagyon fontos. Pont 2 napja jelent meg a búcsú levelem, amiben a Tünet Együttes búcsúzik. Mint független társulat, én most befejezem a társulatvezetést és azt a szélmalomharcot, amit azért vívtam most az elmúlt 20 évben, hogy egy független társulatot vezessek. Úgyhogy most a terveim azok leginkább azok, hogy egy kicsit stratégiát váltok, és akkor csinálok valamit, amikor úgy érzem, hogy ahhoz méltó körülmények vannak, és amikor azt érzem, hogy értékelik azt, amit csinálok, és számítanak rám, mert nagyon kizsigerelt ez az elmúlt 20 év, és nem látom, és egyre rosszabbak a kilátások, tehát igazából a teljes független előadó művészeti szcéna most nagyon nagy veszélybe került, nem egzisztenciálisan, nem látom biztosítottnak, hogy
létezni tudnak ezek a furcsa, új utakat kereső alkotók, akik nem tagozódnak be mondjuk egy ilyen kőszínházi struktúrába, hanem más eszközökkel élnek, és olyan témákat próbálnak talán furcsa, vagy hogy mondjam, furcsa eszközökkel, innovatív eszközökkel próbálnak emberekhez beszélni, meg találkozni velük a színházban. Márciusban és áprilisban is több korosztályt megszólító előadások várják azokat, akik ellátogatnak a Gyulai Várszínház kamaratermébe. Különleges, rendhagyó, minőségi színházi élményekkel. Már megszokhatták a gyulai nézők, hogy itt a kamarateremben is érdekes, rendhagyó, szokatlan, változatos műfajú előadásokkal kínáljuk meg a közönséget. Így lesz ez most márciusban és áprilisban is. Az első márciusi előadásunk ráadásul a déli programnak köszönhetően nagyon kedvezményes, jelképes áron 200 forintért megnézhető ez a Szerelem Ó című előadása, Budapesti Gózon Gyula Kamaraszínháznak az előadása. Utána Tóth Péter régóta várt zongora hangversenyét tudjuk végre megtartani, a Covid-os években elmaradt az ő fellépései, de most már nem tudott hazajönni Amerikából, ugye ő ott él, ott dolgozik, Békés Csabai kiváló zongoraművészünk, de most el tud jönni végre, és a Liszt Ferenc zongora hangversenyét fogja megtartani, amivel Amerikában már nagy sikereket ért el március 14-én itt a kamaratermünkben. Március 21-én pedig egy diák színjátszó csoport érkezik majd Miskolcról, és ők adnak elő egy olyan előadást, ami kifejezetten a diákok problémáival foglalkozik, az E-generációs, tehát egy kamasz középiskolás korosztálynak kínáljuk ezt az előadást ingyen, és maguk az előadók is diákok lesznek Miskolcról. Március 27-én pedig szintén egy rendhagyó előadást tartunk, a Padon címmel, apa születik Padon címmel. Ez egy ilyen képzeletszínházi előadás a koraszülötteknek a világáról, a koraszülésnek és az apának a viszonyáról ehhez a helyzethez. Aztán április 3-án ismét Pokorniliával találkozhatnak a Rajongói Füst címmel, egy ilyen zenés előadói estje lesz, ami után a művésznővel fog beszélgetni Gönczi Dorka, aki szintén szerepelt már itt Pokorniliával. Színházról, magánéletről, dalok világáról, szakmai sikerekről, elakadásokról, sok mindenről szó lesz ebben a beszélgetésben. Április 12-én a költészet napja alkalmából Monori Lili lesz a vendégünk, a Proton Színház kiváló színművésze, aki egy verses előadói estet fog tartani. A színpadon lesz a közönség is, és az előadás is, tehát viszonylag szűk nézőterünk lesz, bár kibővítjük majd, mint ahogy a mai estén is a táncszínházi előadás miatt egy kicsit kibővítettük a színpadot. Így lesz ez majd a Monori Lili előadásán is, 10 perc vers a címe, de ez egy rendhagyó. Budapesten most mutatják be, épp a mai estén van a bemutatója, és ott egy lakásszínházi körülmények között zajlik. Ugye ő egy nagyon nagy színésznő, Monori Lili, és nagy öröm lesz számunkra, hogy vidéken először itt nálunk is bemutatja ezt az előadást. Utána április 18-án Darás címmel Sodró Eliza és Kisvégemőke fog egy különleges krimiszerű produkciót bemutatni, de még ezzel nem lesz vége áprilisban, mert április 23-án kivételesen vasárnap délután Történetőző címmel tartunk egy színpadi road movie-t, gyakorlatilag egy ilyen Da Vinci kódszerű történetet láthatunk majd a színpadon megelevenedni a hatantársulat előadásában. Ez is nagyon különleges és izgalmas előadás lesz, és végül áprilisban ismét a középiskolás diákoknak igyekszünk kedvezni egy tantermi előadással,
Tehát most nem a diákoknak kell bejönni hozzánk, hanem mi viszünk oda előadást. Gyabronka József, Katona József színház színművésze adja elő a Pokol, az Isteni Színjátéknak a Pokol részét. Ugye ez egy egyszemélyes előadás keretében elevenedik meg, Nádasdy Ádám új fordításában az Isteni Színjáték, és utána a diákok számára egy ilyen beszélgető, feldolgozó foglalkozás is lesz, úgyhogy azt hiszem, hogy nagyon színes, változatos és gazdag lesz a tavaszi programunk is. Várunk mindenkit szeretettel. 36. alkalommal rendezték meg az Implom József középiskolai helyesírási verseny Kárpát-medencei döntőjét Gyulán. A megnyitó eseményre Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár videóüzenetet küldött. A magyar nyelv közös kincsünk, amelynek megtartása és ápolása mindannyiunk közös feladata. Ahogy Kosztolányi Dezső mondta, alig akad olyan árnyalat, melyet hajlékony, rugalmas, gazdag nyelvünkön ma nem fejezhetnénk ki. Azonban nyelvünk nem csak páratlan szépségében és nehézségében emelkedik ki. Egyik legnagyobb értéke, hogy összeköt bennünket. Nagy örömmel tölt ez el az, hogy a verseny részvevői között köszönhetek külhoni magyar diákokat is, akik a Kárpát-medence különböző pontjairól érkeztek, hogy megmérettessék magukat anyaországi társaikkal ezen a rangos versenyen, amely kiváló eszköze az egységes Kárpát-medencei oktatási tér erősítésének. A magyar kormány részéről mi is évek óta ezen az egység megteremtésén dolgozunk. Az elmúlt 13 évben sikerült megerősítenünk intézményrendszerünket szerte a Kárpát-medencében. Számos beruházás és program valósult meg, amelynek köszönhetően megerősödtek külhoni magyar közösségeink. Sikeres és izgalmas versenyt kívánok mindannyiótoknak. Megértés nélkül nem létezhet semmilyen tudomány. A szövegértés a legszigorúbban vett reáliák esetében is létfontosságú, hiszen a diák, aki nem érti a nyelvet, nem képes arra sem, hogy értelmezzen egy matematikai szöveges feladatot. A társadalmak, nyelvek, kultúrák felépítésének, szerkezetének, működésének megértése is mindennapi szükségletünk. Nem lehetünk egy közösség értékes tagjai, ha nem értjük ezeket. Ráadásul a humán tudományok az exaktság követelményeinek is maximálisan megfelelnek, hiszen ellenőrizhető és cáfolható állításokkal dolgoznak. És képesek arra, hogy olyan bonyolult összefüggéseket is leírjanak, amelyre matematikai képletek nem alkalmasak. Próbáljuk csak meg képletek segítségével bemutatni valamely lelki, pszichológiai jelenséget. Nyilván nem fog menni. Jelenlegi világunkat, tehát bizonyos nézőpontból tekintve, a technológia dominálja, ezért sokan azt gondolják, hogy csak programozóként, informatikai mérnökként, esetleg közgazdászként van jövőjük. Csak hogy egy nagyon érdekes könyvet olvastam, amelynek szerzője George Anders, és az a címe, hogy You Can Do Anything, azaz bármit megtehetsz, kiderül, hogy hatalmas szükség van arra, hogy az automatizált és digitalizált adatalapú térbe, amelyet annak, akik életnek neveznek, visszacsempészük az emberi ítélő képességet. A hatékony kommunikáció, a meggyőző érvelés, a finom érzelmi jelzések olvasása és az információ új formáinak értelmezése egyaránt nehézségekbe ütközik a bölcsészet tudományok ismerete nélkül. Emellett az emberi természetről felhalmozott közös bölcsesség lehet a globális kihívások értő és érzékeny kezelésének alapja is. Ahogyan az egyéb iránt közgazdász végzettségű Anders, a Forbes újságírója fogalmaz, idézem tőle, ifjú nyelvészként a tudásod kincset érhet az értékesítés területén. Antropológusként rengeteget tehetsz hozzá a felhasználó kutatáshoz. Az antik filozófia ismerői a menedzsment tanácsadás világában tölthetik be az intellektuális vákumot. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a humántudományok alapja pedig nem más, mint a nyelv. Így nyelvünk határai valóban világunk határait jelentik.
Kedves diákok, ti, akik ezen a hétvégén az Implom József helyesírási verseny 36. Kárpát-medencei döntőjébe jutottatok, már most mesterei vagytok anyanyelvünknek. Tudásotok felbecsülhetetlen értékű lesz a következő nemzedékek számára is. Arra kérlek benneteket, hogy ne hagyjátok veszendőbe menni a küzdelemmel, kitartással, szorgalommal megszerzett tudásotokat. Igyekezzetek belőle minél többet átadni azoknak a társaitoknak is, akik ma nincsenek itt. De ez nem olyan nehéz feladat, mint amilyennek tűnik, hiszen a nyelv ápolása soha véget nem érő gyönyörű feladat. Juhász Ferenc költő szerint a magyar nyelv egyszerre jelenti a létünket, a jövőnket és a reményünket. Élünk, lélegzünk, létezünk. Gondolkodunk és beszélünk. Magyarul. Ez a mi közös nyelvünk, ami összeköt bennünket, magyarokat. Árulkodik őseinkről, gondolkodásmódunkról rólunk. Ugyanakkor kijelöli az anyanyelvünkkel kapcsolatos feladatokat is. Elsősorban felelősségünket, hiszen rajtunk áll nyelvünk megőrzése. Bízunk abban, hogy versenyünk fontos ösztönzője az iskolai helyesírás kultúrának, s reméljük ebben az esztendőben is Kárpát-medencei ünneppé emeljük a magyar helyesírást. Lackfi János, Zhuangzi és a nyelvelmélet. Zhuangzi lepkét álmodik, vagy azt, hogy ő egy lepke lett. Én meg őt magát álmodom, csak kérdést, hogy most melyiket. A lepke Zhuangzit talán, vagy azt, ki lepkét álmodik, lepkének álmodja magát, vagy álmodik egy valakit, aki Zhuangzinek hiszi magát. Még nem álombeli másra rájön, hogy lepke ő, és az ő támadót képzeli. Hogy kérem, ez így bonyolult? Vegyünk tiszta fogalmakat?
honnan vesszük, hogy van olyan, ki fogalmakat tisztogat? Hogy ne léteznénk, apafej? Tuti biztos, hogy mind vagyunk, s ha nem lennénk is, legalább fix, hogy megálmodjuk magunk. És akkor nem mindegye vajon, hogy mik vagyunk, barlangfalon táncoló árny, vagy csont, ideg? Ennyi múlna az anyagon. Hiszen a lepke lám anyag, és mégis szinte semmiség, hogy fentebbről nézve mi. Hangyának láng a rumliség. És mi van, hogyha a nyelv teszi? A szó, mely jól tudjuk, teremt. Megnevezi az anyagot, kijelöl végest, végtelent. Pedig semmi sem véges, és épp úgy nem is végtelen. Görög forog egymásba át sok létező, s létet terem. Vagy termel. Azt se tudhatom, direkt vagy véletlen teszi. Mindegy is egy ötlet bután magát mind mélyebbre eszi belém, nem hagy nyugodni sem. Fel-alá csattog jambuson, mint indulás előtt a nő. Jaj, mit vegyek fel, kis húsom? Szóval mi van, ha átszakad az a bizonyos nyelvi gát? Zúdítsok álmot, álmodót, dzsuangszit és lepke magát. Egyik nemzi a másikat, mind egymást elli vértelem. Szűznemzés, önporzás, csoda, vagy inkább csak tükörterem. Mindegy is, hogy a sok közül melyik lény hogyan születik. Tám káprázat ez is, az is, s a nyelv szülötte mindegyik. Kellemes napsütésben érkeztek kedd délelőtt a németvárosi óvodások és felnőtt kísérőik az aportérre. A gyerekek alaposan felszerelkeztek az ilyenkor jó szolgálatot tevő zajkeltő eszközökkel, hiszen a lárma fontos része a tél, a rossz idő, a betegségek, vagy éppen mindenféle baj előzésének. A farsang végén mindig a téltemetéssel, végét mindig a téltemetéssel ünnepeljük, és az idén is ezt így tettük. A farsang időszak lezárásaként van tulajdonképpen a téltemetés. Ilyenkor egy szalmabábút készítünk, amiben a gyerekek lerajzolják, hogy milyen betegségektől, köhögéstől, verekedéstől szeretnének megszabadulni. A szalmabábú tulajdonképpen a telet, a hideget, a rossz időt, a betegséget jelképezi, amit ezúton elégettünk, és most már várjuk ugye a tavaszt, a jó időt és a megújulást. A farsang időszak a farsangolásról szól. Az előző hétvégén, 11-én, tehát egy héttel korábban volt a farsangi vidám délelőttünk, egy szombati nap, ahol a szülőkkel közösen farsangoltunk, és tulajdonképpen a következő hét már a télkergetésnek a jegyében zajlott, a német mondókákat, a kis dalokat tanultuk, megbeszéltük, hogy miről is szól ez az időszak, ami a farsang időszak lezárása. Thank you.
Thank you.